Erre mondják, hogy igazából már a harmadik résznél tartunk, és a harmadik részben már itt leültünk, és mindenről beszéltünk szinte itt a rendezvénnyel kapcsolatban. Következő áldozatom Magda Zsolt, aki egy nagyon-nagyon hosszú nevű egyesületnek a nevét fogja megismertetni azoktól, akik még nem ismerik, és ez az egyesület, aki a fő-fő szervező, illetve összetartja az embereket, de amit tudni kell, akkor azt elmondod nekünk. Ezt a hosszú nevet próbáld meg. Hát az Erdélyi Magyarok Szabadidőbaráti Egyesülete tulajdonképpen így indult, de a teljesen hosszú neve az Erdélyi Magyarok Kulturális Hagyományőrző Szabadidőbaráti Egyesülete. Ez a baráti csapat, ez állunk mi 68 főből, tulajdonképpen a mi gyerekkori barátok, akik kint élünk Magyarországon, és persze van még olyanok is, akik vásárhelyiek, és mivel marosvásárhelyiek és gyerekkori barátaink. Tehát lényegében akkor ennek az egyesületnél nincsenek határok? Nincsenek. És fix a tagság, vagy változik? Hát ez változó, mert most pont azon gondolkoztunk, hogy szeretnénk kicsit tovább lépni, és lesz most egy közgyűlés, meg szeretném beszélni, hogy vigyük fel 100 főre, és akkor bezárjuk az egyesületet, és akkor ez a 100 főre, akire lehet folyamatosan számítani, és ezzel a 100 fővel fogunk dolgozni folyamatosan. És gondolom, aki érdeklődik, akkor utána majd talán. Persze, hogyha valaki kilép, akkor valaki más beléphet helyette. Na és hogy lehet összeegyeztetni a napi munkát, illetve ezt a szervezést, illetve ki mit tesz bele ebbe a szervezésbe? Ki mivel foglalkozik? Van-e valami munkamegosztás, hogy mindenki szervez, és akkor csak összeültök és megbeszélitek? Na ez úgy van, hogy ezt a mostani rendezvényt, amit most csinálunk, az Erdélyek találkozóját itt Egerben, ez a rendezvény itt Gabis, Boldizsár, ők is elég szépen dolgoznak, meg megy a szervezés, meg a rendezés, meg megbeszélések, de nekünk van egy, több bulink van, tehát több rendezvényt csinálunk, van egy ilyen, hogy Marosvásárhelyek világtalálkozója, ezelőtt a múlt héten volt, vagy múlt héten volt. Tehát már ez a volt kategória. Igen, de ezt már tartjuk 14 éve. Itt több ilyen nagy, tehát már több mint 150 fő, annak az etetését, itatását, hadd nem mondjam, a szállását, meg mindent, ezt eddig mindig egyedül zongoráztam nagyjából. Hát az egy születésnapi bulinak se egyszerű, hogyha hát egy nem, 10-20 nem. Főst próbálsz leszervezni. Ez így van. Úgyhogy eddig csináltam sok koncerttel, nagy színpaddal, de most már belefáradtam, most már elég, megcsinálom kicsibe, egy olyan 60 főre rendezem csak most már, és ez bőven elég. De azt tudni kell rólad, hogy van neked egy gitárod. Az nem egy van. Mondjál valamit, mit szeretsz csinálni, mikor éppen nem szervezel? Hát a gitár, általában gitározgatok a feleségemnek a bánatára, meg a régen. Meg hát ők ezt a kultúrát nem, tehát szeretik, mikor ott vagyunk, együtt gitározunk, énekelünk, akkor te velem énekelnek, ez semmi gond nincs. Csak még gyakorolok, addig mindig elkergetnek, hogy menj be a szobádba, alsót gitározzál, de hát ez ilyen. Hát ez vele jár, hát még, de még jó, hogy nem, dobolsz például, mert akkor azt hiszem a szomszédok is örülnének. Na hát akkor üzenjük haza, hogy örüljön mindenki, hogy csak a gitárod van. Azt nem mondjuk el, hogy a dobot már nézted most itt a hangszerboltba. Igen. Hát köszönjük szépen neked, hogy sikerült belőled is néhány mondat által megtudni, hogy ezt a hétvégi rendezvényt hogyan sikerül összehozni. És mint mondtam, van nekünk még egy negyedik részünk is, úgyhogy senki nem fogja megúszni. Mindenki sorra kerül, és nektek viszont akkor egy jó gitározást. Köszönöm. És nagyon-nagyon kellemes rendezvényt a hétvégére. Köszönöm, nagyon szépen. Sok résztvevővel. Jöjjenek. Hát reméljük, aki tud, még jöhet. Hát reméljük, hogy meg is tudjuk majd mutatni, hogy nem csak beszéltünk róla, hanem hogy milyen lett a rendezvény, és ne feledjék el, szeptember 4-én Egerben az Unicorni szállodában. Így van. Ahol a jó csikisör van.